Van személyesen megjelent tagokat, érdeklődőket, illetve az online klubnak a hallgatói. A mai klubunknak a vendége Lenkainé Vajda Viktória, hiszen 5 évvel ezelőtt az ő közreműködésével indult el a 9. kerületben a Lámpás Klub, valamint vendégünk Rúzsa Viktor, az Esélyegyenlőségi Magazintól, aki riportot készít klubunknak az indulásáról. Először Viki, az indulásról pár szót, hogy alakult ki a klubunk, hogy indultak el a klubok? Hát remélem, hogy ugye a közösségi lámpásoknak mindig az volt a céljuk, hogy egyre több kerület lépjen be ebbe a programba, ezért 2017 év vége felé úgy döntöttek az Egyesület vezetősége, hogy a 9. kerületben is építsünk közösséget, és ugye ehhez föl kellett keresni először az önkormányzatot, ahol ugye be kellett mutatni a pályázatról, hogy ugye mi a kerületben élő látássérülteket szeretnénk megkeresni, akkor szeretnénk az önkormányzattal is egy szoros kapcsolatot kialakítani, szeretnénk, ha minél többen a kerületben megismernének minket, a önkormányzat által szervezett rendezvényeken részt venni, az önkormányzatokhoz tartozó óvodákban, iskolákban szemléletformáló programokat szervezni. Nem volt könnyű, de nehéz sem volt, mert nagyon együttműködő volt az önkormányzat, és a kerületben működő művelődési házzal is ugye felvettem a kapcsolatot. Ők készségesen adtak is egy termet, hogy ugye egy hónapban egyszer lehessen klubot szervezni a tagoknak, és a klubok mellett ugye szerveztünk különböző kirándulásokat, és igyekeztünk mindenféle rendezvényen is részt venni. Nem volt könnyű, nagyon meg kellett mozgatni a tagokat. Hát mind általában mindig ez gond szokott lenni, hogy a tagokat megmozgatni, kimozdítani, elérni. Röviden ennyi volt a kezdet. Nagyon aktív volt a klubnak a tevékenysége, én figyeltem, illetve átnéztem, mikor Viki átadta ezt a klubot. Nagyon-nagyon sok helyre mentek, nagyon sok szemléletformáló érzékenyítő programot tartottak. Mikor átvettem a klubot, akkor pont 2020 februártól kezdtem el dolgozni, és márciusban beköszöntött a Covid, ezért online programokra álltunk át. Így próbáltuk a tagokat megszólítani. Sajnos ez a 2 év pandémia nagyon-nagyon visszavetette a tevékenységünket. Újból kell lényegében felépíteni szinte mindent az elejétől kezdve. Az önkormányzat támogat bennünket, önkormányzati támogatással tudjuk megtartani itt a klubnapjainkat, hiszen a termet minimális bérleti díjért adja az egyesületünk számára. A Ferencvárosi Önkormányzat segítségével tudjuk megtartani a Fehérbotnapi ünnepséget, ami úgy gondolom, hogy mind a 2 évben, amikor meg tudtuk tartani, akkor nagyon jól sikerült. Igyekszünk a tagjainknak érdekes programokat kínálni. Az önkormányzati pályázatban bent van, hogy a pályázatnak bizonyos részét a 9. kerületben kell tartani, ezért színházi programokat szervezünk. Voltunk a József Attila Emlékházban, voltunk a 9. kerületi helytörténeti múzeumban, és még tervezünk színházi előadást megtekinteni. A Nemzeti Színházba is szeretnénk eljutni, illetve bevonjuk a tagokat az éves programtervbe, hogy hova menjünk. Remélem, hogy a szemléletformálás és érzékenyítő előadásokat, azokat továbbra tudjuk tartani. Felvettük a kapcsolatot a kerületi napsugárklubbal, itt segédeszköz bemutatót tartottunk tavaly, és tényleg meg kell említeni, hogy az önkormányzat maximálisan támogat bennünket, és remélem, hogy a tagok jól érzik magukat ebben a kis klubban. Én köszönöm mindenkinek, aki segít bennünket, aki támogat bennünket, és ez egy kikapcsolódás. Aki nem jár a klubunkba, arra biztatom, hogy egyszer jöjjön el, és érezze jól magát, ezentúl ő is el fog jönni. Köszönöm szépen azoknak, akik az online adást követték. Februárban lesz még egy online adásunk. Preg Balázssal fogok beszélgetni, aki a Helma kiadó gondozásában megjelent hangos könyveket olvassuk el. Köztük a megjelent novellás kötetemet, a Süti és a Szellemet is ő olvasta fel, és erről lesz egy interjú.
amiről tájékoztatni fogom az érdeklődőket, a tagokat a Facebook felületen. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk volt.